Bár szokatlannak tűnik, augusztusban kéményseprésssel foglalkozni mégsem annyira az, mint ahogy elsőre hangzik. Érdemes ilyenkor felvenni a kapcsolatot a szakemberekkel, hogy elvégezzék az ingyenes, nagyjából 30 percig tartó ellenőrzést. Nyáron ugyanis könnyebben tervezhető a munka. Nyáron kevésbé leterheltek a katasztrófavédelem kéményseprői, sokkal gyorsabb az ügyintézés, és sokkal hamarabb tudnak időpontot adni a megrendelt sormunka elvégzésére. A sormunkát alapvetően két módon tudják megrendelni a lakosok. Egyrészt interneten, másrészt pedig a 1818-as telefonszámon. Az, hogy a kihívott szakember egy kéményseprő cég vagy a katasztrófavédelem kéményseprője lesz, attól függ, melyik településen lakik az ember. Ennek a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon lehet utána járni. Az ügyfeleket pedig két nagy csoportba lehet sorolni, a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra, ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, és ahol van. A kéményseprés immár több éve magánszemélyek számára ingyenes. Családi házakban, ugye, ahogy már említettem, megrendeli a magánszemély a sormunkát, társasházakban viszont előzetes értesítés alapján megy a katasztrófavédelem kéményseprője és végrehajtja a sormunkát. Abban az esetben, hogyha gazdálkodó szervezet van bejelentve az adott ingatlanban meg kell rendelni a kéményseprést egy adott kéményseprőipari szolgáltatótól, és díj ellenében ők fogják végrehajtani a munkát. Az ügyfelek egy tanúsítványt kapnak az ellenőrzés után, amely tartalmazza a kéményre vonatkozó adatokat. Ezt érdemes átnézni, ha ugyanis hibakód van benne, intézkedni kell a javítással, illetve ellenőrzéssel kapcsolatban. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket pedig két évente megnézetni szakemberrel. A tűzmegelőzésben és a szénmonoxid mérgezéssel járó balesetek megelőzésében is bizonyította a kéményseprők munkájának fontossága. Arról nem is beszélve, hogy a hiedelem szerint kéményseprővel találkozni szerencsét jelent.